Üdvözlet mindenkinek, sziasztok! Ez egy nem szokványos, nem megszokott videó lesz, ugyanis kivételesen nem rádióról, rádió tartozékről, bármilyen nemű adóvevőről lesz szó, hanem egy ősöreg fogjam labortápról, méghozzá kicsit lesek innen a táp oldaláról. Ez a TR9253-as nevezetű típus, ami 1968-ban mutatkozott be a nagy közönségnek. Ez pedig itt előttem egy 1972-es példány. Tehát mondhatjuk rá, hogy piszok öreg, ugyanis jelenleg 2017-et írunk. Annak is a végét, lassan közeledik a karácsony. No, de vissza a táphoz. Ezt a tápot a Jófogás apró hirdetési oldalon találtam. Kemény 3000 forintért vásároltam. És igazából bontási céllal vettem. Ugyanis mit várhatott az ember egy 3000 forintos, hát nem 10, nem 20, nem 30, hanem még több éves táptól. Igazából arra számítottam, hogy rozsdás lesz, mocskos lesz, koszos lesz, törött lesz, a műszere fel lesz akadva, minden gombja karcos lesz, és hosszasan sorolhatnám. Ennél persze van rosszabb is, hogyha mondjuk dohányzó környezetben volt a táp, jó vastagon, lerakódva a nikotin meg a por, jó kis cigiszak benne mindenhol. Ezzel szemben, amikor a tápot átvettem a kedves eladótól, az a döbbenetes látvány fogadott, ami itt van az asztalon is, hogy a táp bizony az 1972-es, nehéz szó, 1972-es gyártási év, és kora ellenére tip-top állapotban van, sőt, azt mondanám, hogy mintha most jött volna ki a gyárból. Úgyhogy az eredeti tervemet miszerint kibelezem a benne lévő őskövület elektronikát, kidobom a fenébe, és építek bele egy modernebb tápot. No, hát ezt a tervet elvetem, ugyanis akkor tulajdonképpen a magyar műszeripar egyik szépen fennmaradt alkotását gyaláznám meg, és tenném tönkre, és ez már ezen a szinten vandalizmus lenne, hiszen egy nagyon szép tápról van szó. Próbálom itt megmutatni a videón is. Tehát itt az előlapja, meg lehet nézni, nincsen leütve, nem karcos, nincs összefirkálva, sőt, mint látjátok, itt a környékbeli tárgyak, mindenfélenek a képei még tükröződik is a fényezésén, annyira gyönyörű állapotban van. Próbálom egy kicsit megmutatni itt a benne lévő bakelitnyákot. Lehet látni egy picit, hogy még a felületi lakkozás is csillog. Sehol egy törés, egy repedés, egy forrasztás, semmilyen javításnak a nyoma nem látható. És érdemes megnézni ezeket a 60-as, 70-es évekbeli alkatrészeket, mint például a Remix potikat, ellenállásokat, a Tungsram gyártotta félvezetőket, egész egyszerűen ez a táp gyönyörű, tehát érdemes megnézni a szerelését, a bandázsolt kábeleket, a régi elkókat, a tekintélyes méretű hűtőbordát. Tehát ezt a tápot megbontani vétek, és személyes kedvencem a Jaxley kapcsoló, amit hogyha megnéztek, akkor nem milliméter vastag rézlemezkék vannak, mint a későbbi, modernebb egységekben, hanem ezek bizony 3-4 milliméter vastag kis szigetek, és ezek még 50 év múlva sem fognak elkopni. A tápnak egyetlen egy baja van, ezt már is megmutatom, bekapcsolom. Méghozzá az, hogy a potik 0 voltos állásában 11,7 voltot lehet mérni, és ahogy tekerem fel a potikat, ez az érték jócskán meghaladja a maximális kimeneti beállítható 30 voltot, ez ugye látszik, 42-nél járunk, tudom már följebb is tekerni, közel 50 voltra. Ez pedig nem mást jelent, mint azt,
hogy bizony valami nem stimmel. Tipikus hiba jelenség ezeknél a régi dekált kapcsolós tápoknál, hogy a 10 volt állító jackslit, hogyha tekergetem jobbra-balra, akkor a voltmérőn az égvilágon semmilyen változás nem történik. Innen lehet könnyedén azonosítani azt a problémát, hogy valószínűleg a teljesítmény áteresztő tranzisztorokkal lesz valami gond. Ezen a forlécen rá is mértem, a tranzisztoroknak az emitterére van rávezetve, ugye a dekált kapcsolókról lejövő feszültség, ez 11,5 volt 0 volt állásban, és ez gyönyörűen megjelenik a kollektoron, és ez bizony azt jelenti, hogy a tranzisztorok közül valamelyik szakadt. Hát ezeket kiműteni onnan nem lesz egyszerű, de megér egy vizsgálatot. Ugyanis van itthon egy marék AS1018-asom, és ha sikerül megcsinálni, akkor ez egy nagyon szépen működő kis táp lesz. No, erről ennyit, köszönöm a figyelmet, ha tetszett, akkor nézzétek meg a többi videómat is. Sziasztok!